A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy időre búcsút mondunk a havasi világnak, Háromkútnak, ahol a korábban elpusztult magyar iskola újjáépítésének ács és fa munkáit Árpiék vállalták. És a kisbékás patak mentén hamarosan elérjük a nagy testvér békást, amely vadszirtek meredek hasadékában tör utat magának Székelyországból, magyar földről Moldvába. Bár már is Moldvában járunk, mert a románok kiharapva egy nagy darab székely havasi vidéket, ezt Moldvai megyéhez csatolták. De hát így megy ez már régóta. Marosvásárhely, a legnagyobb székelyváros, az egykori Székelyvásárhely, a betelepítések nyomán már román többségű. A Felső Maros és a Görgény mente úgy szintén. És hol a Vas Albert által a Funtinelli boszorkány című nagyszerű, az oláhokat oly szépen ábrázoló regényben megénekelt Kelemen havasok, a Marossal átellenben húzódó Fancsallal, a Görgényi havasokkal, majd a Gyergyói havasokkal és a Kelemen havasokkal egyoldali Besztercei havasokkal találkoznak, ott mind több magyar székely földet és települést nyel el a román uralom, az olá többség. Noha ma Székelyország Magyarország, a székelység a magyarság. Ha a meghagyott Csonka Béna december 5-i Magyarországon ilyen iramban öregszik el, hal ki a magyarság, és ilyen kevés magyar gyermek születik, és ilyen méretű a fiatalok kivándorlása, mint most, akkor hamarosan eltűnik nemzetünk, a Vörösmarty Mihály és Széchenyi István által közel 2 évszázaddal ezelőtt jósolt sírban. Magyar már rég nem lesz, amidőn székely, még igen. Mert a székelyek legjava még hagyományaihoz, földjéhez, rétjéhez, erdejéhez ragaszkodó, családban, nemzetségben gondolkodó, gyermekeket nevelő és makacskonok életképes. Erre nevelte szülője, sorsa, nemzete. Megedződött az évszázadok folyamán a Habsburg és a román uralom alatt. Ha így haladnak nálunk a dolgok, akkor Magyarország, a magyarság Székelyországban, a székelység között él majd tovább. Túlélve vagy elhalasztva a kihalást, amely itt, a trianoni Magyarországon a számtani egyenletek végzetes pontosságával bekövetkezik, a számok rideg törvénye szerint. Nemzetünk vértartaléka, vésztartaléka, egészséges vérpesdítője, egyetlen, még nem kihaló törzse a székelység. Őriznünk, védenünk kell hát, ha azt akarjuk, hogy maradjon fenn valaki belőlünk, és valaki tovább vigye őseink küldetését. Elvégre annyi előd népünk eltűnt, s fölolvadt már. Jakab Ödön Trianont követően az Alföld magyarjaihoz címzett versében azt írja: ébredj magyar, mert elvesztél te is, ha a székely nép elveszett. Nem hallod-e, hogy végbe mi megyen Petőfi szívének szent pora fölött? Nem hallod, hogy a büszke székelyen gyalázó láncok bilincse csörög? Hogy sírnak ott a folyók, a patakok? Hogy sírnak ott zúgó fenyvesek? Ébredj magyar, mert elvesztél te is, ha a székely nép elveszett. Az ő határa nem buja homok, mely déli bábos napsütésben ég. Nehezen tördelt barázdasorok göröngye termi barna kenyerét. De semmiért se adná ő cserébe azt a földet és barna kenyeret. Ébredj magyar, mert elvesztél te is, ha a székely elveszett. Terített asztal az alföldi sík, ezernyi ínyenc áldással tele. Ám de Erdélynek, a Kárpátokig egy-egy nagy láda mindenik hegye, s e tulipános ládák rejtik ott a te irigyelt sok-sok kincsedet. Ébredj magyar, mert elvesztél te is, ha a székely nép elveszett. S nem csak kincseid őrzi ez a nép hűségesen sok század óta már, de eleven gát szilárd falaként véd, hogy ne öntsön el idegen ár. S most hagynád cserben, mikor áttörék a rázúduló szennyes elemek? Ébredj magyar, mert elvesztél te is, ha a székely nép elveszett.
A Kisbékás mentén elérünk a Békás szorosba, a magyar határra. Fő közlekedési út ez most is, Erdély, a Kárpát-medence és Moldva a kelet között, mely Közép-Európát ebből az irányból a Fekete-tengerrel, Dél-Oroszországgal köti össze. A havasok mennyei nyugalma után szinte fáj a vándornak a korszerűség kelléktára, a sok műtárgy. Fenséges szirtek, meredek sziklafalak, lenyűgöző bérctetők szorításában kanyarog az út, követve a Békás patak járását. De sokan is mentek ki, magyarok, székelyek, a napot elfödő békási hegyfalak árnyékában, Moldvába, keletre. És de sok ellenségünk, rossz akarunk is jött be ugyanitt. Terülátó vagyok, mert múlt időt használok. És mert még nemzetünk eddigi története után is bízom abban, hogy egyszer minden megfordul, amit feje tetejére állítottak a gonoszok. A földünkre, vagyonunkra, természeti kincseinkre, dolgos kezünkre, rendkívüli gondolatokat, találmányokat szülő agyunkra szemet vetők. És eljön a nap, amidőn keleti testvérnépeink, véreink, őseink, szövetségeseink, barátaink a segítségünkre jönnek a Békás szoroson át. Ám nekünk addig is tartanunk kell végvárainkat, védenünk kell hazánkat. Mai szövetségeseinktől, barátainktól. Nem győzöm idézőjelbe tenni e lepusztított, kiüresedett szavakat. Székely testvérek, 22 év után ismét együtt vagyunk. Valójában sohasem szakadtunk el egymástól, mert nem lehet egy tolvonással elkerülni ezer éves határokat. Legfőbb hadurunk Magyarország kormányzójának. Parancsára most tűzik ki honvédeink a magyar lobogót a Tölgyesi és a Békási szorosokban, ezer éves határunkon, amelyeket az Úristen maga jelölt ki nekünk. Úgy van! Somogyvári Gyula, írói nevén Gyula diák, magyar című, Trianon után kelt egyik rövid költeménye, nemzetünk történelmének, sorsának, végzetének tömör megfogalmazása. És máig nem veszített érvényéből. Napkelet szülte, napnyugat csalta, ölelni jött a szőke Tiszapartra. Erében forrott ezer ifjú ének, s nyugat elhívta szeretőjének. Egy csók nem sok, de annyit sem látott. Visszavert mégis testvért, barátot, hogyha keletről nyugatra törtek. Első csapását minden ökölnek ő védte ki. S magát ölette, vágta ezer esztendőn, ezeregy csatában. Egy csók nem sok, de annyit se látott. Céda napnyugat rajta hahotázott. Most meg ellökte, mint valami rongyot. S marják tépdesik útszéli porontyok. Szeretni jött a szőke Tiszapartra, s ledér napnyugat örökké megcsalta.
Itt a Békás szoroson át a gyilkos tó mellett törtek be az oláhok 1944-ben a szovjetekkel, amikor román szövetségeseink elárultak bennünket s a németeket, összeállva korábbi ellenségükkel, az orosszal, akit pedig annyiszor hátba szúrtak, elárultak addig. És a románok hátba támadták honvédségünket Székelyföld s Erdély határán. Így szerezték meg ismét Erdélyt, árulással. Lenin a történelem prostituáltjának nevezte Romániát, amiért pénzért, földért árulja bájait, szövetségét bárkinek. Sztalin azt mondta, a román az nem nemzetiség, hanem foglalkozás. Még kiderül, hogy a leninizmusnak és a sztalinizmusnak is lehetnek halhatatlan, örökérvényű megállapításai. Minden esetre a románok mostanában, hogy a Krím-félszigettel közelebb került hozzájuk megint Oroszország, rettegnek Putyintól, berezeltek az oroszoktól. Elvégre a határok változhatnak. Nem csak a románok előnyére. Moszkvának, amelyet a románok az elmúlt egy évszázad alatt többször elárultak, s amelynek aztán mégis többször behódoltak, szóval Moszkvának a Kárpátok előterében eleve van már egy hídfőállása. A Szovjetunió felbomlásakor a szovjet Moldovából kiszakadt Dnyeszteren túli köztársaság. Onnan már közel a román Moldva és a Kárpátok koszorúja, Erdély, Székelyország, a Békás szoros. Az orosz birodalom hagyományos útja a Fekete-tengerből kivezető szorosok, a Boszporusz és a Dardanellák, valamint a görög-keleti délszláv testvérnépek, a szerbek a montenegróiak felé, Moldván és Havasalföldön, a régi Trianon előtti Románián átvezetett, és vezet. A románok attól irtóznak, hogy Putyinék felforgathatják az euróantanti, euróatlanti, románpárti rendet a Balkán keleti végein, valamint a Kárpátokban. És az oroszok helyreállítják a természetes történelmi, földrajzi, politikai, gazdaságföldrajzi, néprajzi, műveltségi és természeti rendet Erdélyben, a Kárpát-medencében. Amikor az elmúlt évszázadokban az oroszok a Kárpátokhoz és az Aldunához értek, a románok vagy melléjük állhattak, vagy szaladhattak. S bár a II. Világháború végén a románok a németeket és bennünket elárulva, hátba szúrva megint az oroszok mellé álltak, amikor a szovjet hadsereg elérte a román határt, nos, Románia árulását, a románokat mélyen megvető, folytonos köpönyek forgatásuk, kétszínűségük miatt gyűlölő szovjetek úgy fizették meg, mint az orosz járulót a török basa Drégelyváránál. Arannyal tömette ki bőrét, ugyebár. Mert Románia ugyan a jaltai szovjet-USA-brit megállapodás szerint visszakapta a Trianonban a franciák, az angolok, az amerikaiak révén szerzett magyar földeket, Erdélyt, Székelyországot, a Partiumot, a Bánságot. Viszont ellenszolgáltatásként, büntetésül a szovjetek nyomására Románia kénytelen volt további óriási áldozatokat hozni a háborúban, de most már a szovjetek mellett, korábbi magyar, német és horvát szövetségeseik ellen. És a háborút követően Moszkva hatalmas hadisarcot vetett ki Romániára, függetlenül attól, hogy elárulta német és magyar szövetségeseit és kiszolgáltatta a Kárpátok délkeleti vonalát a szovjeteknek. Románia iszonyatos államadóssága egyebek mellett a II. Világháborús hadisarc következménye is volt. A román soviniszta, kommunista diktátor Ceausescu, aki ugye szakított a szovjetekkel és csatlósaikkal, és aki a maga módján közeledett a nyugathoz, nos Ceausescu az emberek szörnyű megsarcolásával éppen kifizette az államadóságot, amikor megbuktatták. A máltai Gorbacsov-Bush egyeztetés és összefogás után pár nappal. 1989. decemberében szovjet moldovai, moldáviai románokból álló szovjet alakulatok szállták meg, persze román katonáknak álcázva öltözve Románia főpontjait, például a bukaresti repülőteret. Ezért nem tudott elmenekülni a Kárpátok géniusza. És ha az oroszok most is a román határ közelébe kerülnek egy nap, beleszólnak majd megint a román belpolitikába, mint 44-ben, 89-ben. És itt jövünk mi a képbe.
1941. júniusában ugye a szovjetek fölkínálták hazánknak, amennyiben nem lépünk ellenük háborúba, akkor a háború végén, amit biztosan a Szovjetunió nyer, visszakapjuk egész Erdélyt, az összes magyar földet. Többet, mint amennyit a második bécsi döntéssel Hitler és Mussolini nekünk juttatott. Számunkra kedvező történelmi pillanat volt, hogy kimaradjunk az oroszok elleni végzetes háborúból. Hitler ugyanis nem tartott igényt a részvételünkre. Június 22-én a németek a finnekkel, a szlovákokkal, a románokkal együtt támadták meg a szovjet birodalmat. De Hitler nem követelte a magyarok belépését. Noha közös határunk volt a Szovjetunióval az északkeleti Kárpátokban. A szovjetek, akiket akkor már az angolok és az amerikaiak is támogattak, ezért kínálták fel nekünk távol maradásunkért cserébe egész Erdélyt. De aztán pár napra rá jött a kassai felsőtiszamenti provokáció, az érthetetlen, szükségtelen bombázás, amit a szovjetekre fogtak, és ez szolgált ürügyül a hadüzenetünkhöz. Noha nem volt a szovjetek érdeke, hogy minket is belerángassanak a háborúba saját maguk ellen. De a németek érdeke sem lehetett, hogy kiprovokálják belépésünket, mert azt Hitler egyszerűen követelhette volna. Egyedül a bécsi döntésekkel elégedetlen Románia és Szlovákia érdekeit szolgálta a provokáció, mert ők attól tartottak, hogy a hátuk mögött a semleges, a háborúból kimaradó Magyarország újabb, Trianonban elszakított földjeit foglalja majd vissza tőlük. Ám mi beléptünk a háborúba az oroszok ellen, és megint veszítettünk, sokadszor. Bátor István, erdélyi fejedelem, lengyel királyként magyar csapatokkal is harcolt Oroszország ellen, Lengyelországért, és vesztett. 1812-ben Napóleon és a Habsburgok seregében, Borodyinónál, Moszkvában magyar huszárok is küzdöttek, és elpusztultak. 1849-ben az oroszok Borodyinóért és Moszkváért is törlesztve támadtak ránk, és mi vesztettünk. Az első világháború vége felé ugyan a bolsevik forradalomnak köszönhetően az oroszok békét kötöttek velünk is, de iszonyatos árat fizettünk azokban az években a keleti fronton, Przemyslnél, Galíciában, Ukrajnában, az akkori kis Oroszországban. Aztán pedig jött a második világháború, a Donkanyar, 45-56. Végzetes volt ránk nézve az elmúlt több mint két évszázadban minden harctéri összeütközésünk az oroszokkal. Noha kimaradhattunk volna az első és a második világháborúból is. Noha az oroszok nem írták alá a trianoni szerződést. Okuljunk, mert ismét kerülhetünk ilyen helyzetbe. Egyébként a második világháború után a szovjetek nem csak hadisarccal büntették az általuk gyűlölt románokat. Többek között Moszkva erőteljes nyomás gyakorlásának is volt köszönhető, hogy a bukaresti vezetés, vicsorogva bár, autonómiát adott a magyaroknak Erdélyben, Székelyföldön. Még az oroszok is úgy gondolták, hogy egy ilyen nagy nemzeti közösségnek, amilyen a magyar, illik valamilyen önállóságot adni. És ezzel egyúttal megkönnyíthették a budapesti elvtársak helyzetét is. Elvégre az erdélyi magyarság gondjai, üldöztetése folyamatosan ott lappangott a magyar köztudatban. De aztán, ahogy Románia távolodott Moszkvától és közeledett a nyugathoz, s Moszkva befolyása is elapadt, ezt a magyar autonómiát a románok felszámolták. Most attól félnek, hogy az oroszok magyar ügyekben is lépnek, ha befolyásra tesznek szert a Kárpát-medencében, Ukrajnában s a Balkánon. Ettől tart Románia örökös szövetségese, Magyarország örökös ellensége, a nyugat is. Az euróatlanti, euróantanti EU és NATO. Mert az orosz olyan, mint a Toldi Miklós által a birtokát háborítók közé dobott malomkő. Maga tehetetlen, sokáig moccanatlan, de ha egyszer fölragadják és elhajítják, repül a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg. Talán éppen itt, a Békás szorosban, a gyilkos tónál. Vagy még odébb, beljebb, ki tudja. Európában csak az elmúlt negyed században fölbomlott, elemeire hullott, eltűnt a térképről több állam, sőt birodalom. A Szovjetunió, Jugoszlávia, Csehszlovákia, az NDK.
határok szűntek meg, új határok keletkeztek. A Szovjetunióból lett több mint egy tucat új állam, néhány szakadár köztársaság, Abházia, Dél-Oszétia, a Dnyeszter melléki, a Donyecki, a Luganszki. A Krím már orosz, Karabah már örmény. Jugoszlávia 7 országra szakadt, és ebből Koszovóval egy szerbiai kisebbség, az albán alapíthatott államot magának. Németország újra egyesült. Ki mondhatná, hogy a folyamat megállt? Ki venne rá mérget, hogy Európa határai már nem módosulhatnak a jövőben? Hurrá! Hát ezért remegnek a románok, ezért verik a vészharangot, ezért gyűlölik annyira Putyint, az oroszokat, és törleszkednek a NATO-hoz, az Unióhoz, Amerikához. Hogy megint védje meg őket valaki, és aztán, ha az oroszok ismét elérnék a román határt, mint már annyiszor, hát majd a románok egyszerűen átállnak, mint már annyiszor, és a NATO, az Unió az amerikaiak ellen mennek. Mint egykor ellenünk is két világháborúban. Ha a kocka fordulhat, akkor bizony fordul is. Az oroszok esélyt kapnának a gondviseléstől, hogy végre először valóban felszabadítóként érjék el a Kárpátokat, és felettessék az ellenünk elkövetett egykori bűneiket, 56-ot, és megszabadítsanak azoktól, akiket ránk szabadítottak 45-ben. Történelmi esély nekik is, nekünk is, a történelmi megbékélésre. Az összefogásra, amely utoljára II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelmünk és Nagy Péter cár idejében működött valamelyest, de akárhogy is működött. Orbán Balázs széke utazó másfél évszázada ilyennek találta ezt a vidéket. Két felől mindenütt meredek sziklafalak, áthatolhatatlan rengetegek, melyeknek csak széleit is alig érinti az embernek pusztító keze. Tovább még szűzerdők terülnek el, melyek összeomlott erdőromokkal, s az ezek rothadványain felnövő folyondárok, zuzmók és páfrányok összefonódó hálózataival zárják el az emberi léptek elől. A gyilkos tó nem a teremtésnek őskohójából került ki, nem is az özönvíz lefolyásának egy fennakadt medencéje, hanem egészen új alakulás, mert alig 3 évtizede, hogy ott, ahol most e nagyszerű, szép tónak fénylő tükre terül el, gyönyörű havasi tér állott, melynek bársony gyepén a Likas patak és a déli irányból letörtető Gyilkos patak egyesültek.
Magas fenyvesek nőttek ki a patakok partirányain, szép havasi virágok, kúszó mohák tarkázták a völgyek illatos hüveit. De a mindig csodásan működő természet 1837-ben a völgy egybe keskenyülésénél összeontott két hegyfokot, sziklagátat rögtönözve. Elzárta a völgyet, mely több éveken át megtelve a vízben gazdag két pataknak odarohanó kristálycsepjeivel előállott a gyilkos tó. Így neveztetve a felette levő havasról. A Békásszorostól, a gyilkos tavától, a gyergyói havasokat átszelve a Pongrász tető majdnem 1300 méter magas hágóján keresztül a jó öreg, szívünkhöz oly közeli Hargitába hazavisz utunk. A hargitai havasokba. Eddigi kísérünk, utitársunk, hegyi vezetőnk, Binder Levente elválik tőlünk. Ő a rövidebb úton siet haza Csíkszentdomokosra. Utasa, Hadnagy Géza átül hozzánk. Mostantól nótás és tréfás kedvünkben leszünk, Géza rá a foglaló. A nálunk Árpi kocsijában helyett foglaló. Utazásunk második napjának vége felé, napszálltakor érünk a Hargita bérceire.